Főbb híreink. Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter és Csák János miniszter a Kormányinfón a heti tévé több kérdésére is válaszolt. Zugló és a fővárosi segít Iványi Gáboréknak, mondta Horváth Csaba, az MSZP fővárosi frakció vezetője a fővárosi közgyűlés szerdai ülése előtt. Az izraeli hadsereg tovább bombázza az ellenséges állásokat a gázai palesztin övezetben, valamint a szíriai és a libanoni határnál, jelentette ki a katonai szóvivő. Az uniós vétójog megszüntetése az európai projekt lerombolásához vezetne, jelentette ki a lengyel államtitkár. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti tévé híradóját látják, belföldi híreink. Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter és Csák János miniszter a Kormányinfón a heti tévé több kérdésére is válaszolt. Csák János ismertette az új CSOK szabályait, aminek kapcsán a heti tévé azt szerette volna megtudni, mindezek vonatkoznak-e azokra, akik örökbe szeretnének gyermeket fogadni. A miniszter válaszában kijelentette, természetesen igen, a kormány nem tesz különbséget, azokat is támogatni kell, akiknek nem lehet természetes úton gyerekük. A heti tévé Orbán Viktor pekingi útjáról, annak eredményeiről kérdezte a minisztert. Gulyás Gergely válaszában elmondta, eredményesek voltak a tárgyalások, több megállapodást is sikerült megkötni. Ezeknek a többségéről a külügyminisztérium már beszámolt, de a későbbiek során a többit is megismerteti majd a közvélemény. Több bankkal és jelentős cégekkel sikerült egyetértésre jutni. A heti tévé másik kérdésére a politikus úgy felelt, nem tartja valószínűnek, hogy az Európai Unió bármilyen módon is meggátolná a magyar-kínai gazdasági együttműködéseket. Már csak azért sem teheti, hiszen számos más tagállam szuverén módon dönt a Pekinggel való gazdasági kapcsolatok tekintetében. A heti tévé arra is kíváncsi volt, a magyar kormány a nemzetközi szervezeteken belül kíván-e kiállni Izrael mellett a zsidó államot ért terrortámadással kapcsolatban. Gulyás Gergely kijelentette, Magyarország, ahogy eddig is, úgy ezután is minden lehetséges eszközökkel kiáll Izrael mellett a különböző nemzetközi fórumokon, az ENSZ-ben és az EU-ban egyaránt. A csádi elnök meghívására katonai misszió indulna az afrikai országokba. Ennek keretében 2024 tavaszától maximum 200 katona teljesítene szolgálatot, mondta Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter az országgyűlés ülésén a honvédség csádi katonai szerepvállalásáról szóló határozati javaslat általános vitájában. A tárcavezető expozéjában kiemelte, azzal a hármas céllal indítanák a missziót, hogy hozzájáruljanak a migráció megfékezéséhez, támogassák a terrorizmus elleni küzdelmet, valamint biztonságos hátteret adjanak annak a komplex gazdasági és humanitárius segélynyújtási csomagnak, amelyet Magyarország a Hungary Helps keretében visz az országba. Kifejtette, a veszélyek korát éljük, az ukrán-orosz háborúhoz az elmúlt napokban csatlakozott az izraeli fegyveres konfliktus, amely megosztja a világ biztonságáért aggódók figyelmét. Emellett gabonaválság alakult ki az ukrán háború hatására, a szankciós infláció pedig gazdasági nehézségeket okozott, ami hozzájárul a migráció folyamatos növekedéséhez, magyarázta. A világ jelenleg a veszélyek korát éli, hosszú ideje válságról válságra bukdácsol, és a globális biztonság is ma van a legrosszabb állapotában a hidegháború vége óta, jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az országgyűlés ülésén. Napirend előtti felszólalásában a tárca vezető kétségtelennek nevezte, hogy a világ jelenleg a veszélyek korát éli, az emberiség az elmúlt másfél évtizedben válságról válságra bukdácsol. Emlékeztetett arra, hogy a globális pénzügyi krízist hatalmas bevándorlási hullám követte, aztán jött egy rég nem tapasztalt súlyosságú egészségügyi vészhelyzet, majd kitört a háború Ukrajnában. Kiemelte, ezen válságokból fakadóan új világrend van kialakulóban. A végeredményt még megtippelni sem lehet, de az biztosnak látszik, hogy Európa ebben nem fog erősebb szerepet betölteni, mint eddig. Majd ennek alátámasztására hangsúlyozta, hogy tavaly Kína megelőzte az Európai Uniót a bruttó hazai termék világrangsorolásában. Zugló és a fővárosi segít Iványi Gáboréknak, mondta Horváth Csaba, az MSZP fővárosi frakció vezetője a fővárosi közgyűlés szerdai ülése előtt. Mint mondta, Iványi Gáborék Oltalom karitatív egyesülete évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hajléktalan ellátásban. Lelkes, elhivatott munkájuk az általuk nyújtott szolgáltatás évente sok száz hajléktalan életét jelenti. Hozzátette, a kormányzat 10 éve elvonta a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyházi státuszát, és ezzel évi 2 milliárd forint kárt okozott nekik. A politikus hangsúlyozta, a fővárosnak és a fővárosi kerületeknek szolidárisnak kell lenniük a MET-tel és az Oltalom Karitatív Egyesülettel, és ki kell venniük a részüket a szolgáltatás megmentéséből. Jelezte, Zugló polgármestereként kezdeményezi, és ezzel a koalíciós partnereket is egyetértenek, hogy a kerület 3 millió forint eseti támogatása járuljon hozzá a szolgáltatás megmaradásához.
Külföldi híreink. Az izraeli hadsereg tovább bombázza az ellenséges állásokat a gázai palesztin övezetben, valamint a szíriai és a libanoni határnál, jelentette ki a katonai szóvivő szerdán. A gázai iszlamista szervezetek elleni izraeli katonai fellépés 19. napján Daniel Hagari katonai szóvivő arról tájékoztatott, hogy likvidálták a Han Yusin térségben állomásozó Hamász egységek parancsnokát, aki korábban a tengeri erőket irányította, és számos terrorakciót vezetett Izrael ellen. Éjjel a Hamász azon egységeit is támadták, amelyek megpróbálják megakadályozni a civilek délre menekülését, mondta el Hagari, és ismételten felszólította a Gázavárosban és környékén élő civileket, hogy saját biztonságuk érdekében távozzanak az övezet déli részére, ahol széleskörű humanitárius segélyezés vár rájuk. Egyiptom és az ENSZ élelmet, gyógyszereket, vizet szállít oda, s a harcok végeztével visszatérhetnek otthonukba. Hagari közölte, hogy Irán már a háború előtt kiképzéssel, katonai eszközökkel, pénzzel és technológiai tudással segítette a Hamászt, és jelenleg is folytatja támogatását hírszerzéssel és az interneten folytatott Izrael ellenes uszítással. A szóvivő szerint távolról irányított egységek vannak Irakban, Jemenben, Libanonban, és ezekhez Iránból érkeznek az utasítások. Libanonban az utóbbi 5 napon olyan csoportot megsemmisítettek meg, amelyek páncéltörő és egyéb rakétákat próbáltak Izraelbe indítani. Szerdán is felszámoltak egy terrorista csoportot, amely libanoni területről páncéltörő rakétákat próbált indítani a szíriai-libanoni-izraeli hármas határnál lévő Dof hegytérségében. A Hezbollah libanoni síita fegyveres szervezet vezetője szerdán egyeztetés folytatott a palesztin Hamász és iszlám dzsihád szélsőséges szervezetek vezetőivel, derül ki a Hezbollah beiruti bejelentéséből. A találkozón Hassan Nasrallah, a Hezbollah vezetője, Saleh al-Aruri, a Hamász helyettes vezetője, és Ziad al-Nahala, az iszlám dzsihád vezetője vett részt, áll a közleményben, amely nem tért ki a találkozó helyszínére. Megállapodtak az együttműködés folytatásáról, továbbá kiértékelték a gázai helyzettel kapcsolatban kialakult nemzetközi álláspontokat, és kitértek az Izraellel szembeni ellenes további feladatokra is, a brutális agresszió megállítása és egy valódi győzelem elérése érdekében, írta a Hezbollah, amely az iráni támogatású regionális szövetség részeként naponta kerül fegyveres összetűzésbe az izraeli erőkkel a fegyveres konfliktus október 7-i kezdete óta. Kairó pozitív szerepet játszik a gázai övezetben kialakult feszültség csökkentésében, jelentette ki az egyiptomi elnök. Abdel Fattah el-Sisi a hadsereg csapatait kereste fel a Vöröstenger partján elfekvő Suez-nél. A díszszemlét követően elmondott beszédében kiemelte, a jelenlegi események fényében fontos, hogy a palesztin lakosságú övezettel szomszédos ország bölcsen éljen képességeivel. Kijelentette mindazonáltal, hogy a hadsereg legfontosabb szerepe Egyiptom határainak biztosítása. Leszögezte, hogy az izraeli-palesztin kérdést a feleknek diplomáciai úton kell rendezniük, mégpedig a két állami megoldásra törekedve. Így élhet mindkét nép, a palesztin és az izraeli is biztonságban, fogalmazott. A gázai övezetet sújtó humanitárius válságra kitérve kiemelte, hogy az ott élőknek már elfogyott az ivóvízük is. Hatalmas erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy enyhítsük az övezetben élők nehézségeit, és tűzszünetet próbálunk elérni, mondta. Az izraeli külügyminisztérium nem tetszésének adott hangot Moszkva felé, miután orosz tisztviselők bírálták Izrael kegyetlen módszereit Gázában. Izrael elégedetlenségét fejezte ki Oroszországgal szemben a gázai háborúval összefüggésben a zsidó állam ellen tett kijelentései miatt, közölte a külügyminisztérium egy izraeli lappal. Egy izraeli diplomata a héten megbeszélést folytatott egy orosz tisztviselővel, hogy kifejezze Jeruzsálem nem tetszését Oroszország szerepével kapcsolatban a Hamász elleni háborúban. A diplomata hangsúlyozta, hogy Izrael reményét, hogy Moszkva kiegyensúlyozottabb álláspontot képvisel majd a jövőben. Moszkva egyebek mellett benyújtott az ENSZ biztonsági tanácsának egy határozatot, amelyben tűzszünetre szólított fel, és felrótta Izraelnek, hogy kegyetlen módszereket alkalmazott a terrorcsoport elleni kampányában. Moszkva az Izrael-Hamász háború kirobbanása óta köteltáncot jár, igyekszik jó kapcsolatokat fenntartani mindkét féllel. Egyrészt elítélte a terrorcsoport támadásait és támogatta Izrael önvédelemhez való jogát, ugyanakkor többször bírálta a zsidó állam offenziávát, segítségét kérve Gázának és tűzszünetet sürgetett. Az uniós vétójog megszüntetése az európai projekt lerombolásához vezetne, jelentette ki a lengyel elnök külügyi irodájának vezetője a Lengyel Közszolgálati Rádióban. Arra reagált nyilatkozatában, hogy az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottságában szavazást tartottak az uniós szerződések módosítására tett javaslatokat tartalmazó jelentésről. A lengyelek az Európai Unió része akarnak maradni, és maradnak is, hangsúlyozta az államtitkár.
Hozzátette, az igazságos EU-ért viszont meg kell küzdeni, a vétójog megszüntetésére irányuló törekvés pedig egyeduralmi kísérletként értelmezhető, amely az európai projekt lerombolását fogja elődézni. Mindenki fontolja meg, hogy azt akarja, hogy a jövőben a Lengyelországba irányuló illegális bevándorlásról lengyel hivatalnokok döntsenek, vagy a brüsszeliek. Jelentette ki, hozzátéve, végső soron ez az ügy lényege. A tervezet szerint az alapszerződésekbe 267 módosítást vezetnének be, amelyek értelmében kiterjesztenék az uniós intézmények hatáskörét, és 65 területen megszüntetnék az egyhangú döntéshozatalt. Bővebb információt a brajerpress.com vagy a hetitv.com oldalon olvashatnak, most pedig pár mondat az időjárásról. Ma is folytatódik a túlnyomóan felhős időjárás. Este helyenként kisebb csapadék kialakulására is számítani kell. A hőmérséklet jellemzően 16-22 fok körül alakul. Én megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszontlátásra!